Beszéljünk egy kicsit a konfliktusokról, meg a konfliktus megoldásokról. Mert azt veszem észre, hogy emberek ezt túl misztifikálják, hogy abból indulunk ki, hogy ez valami borzasztó nagy dolog, körülményes dolog, hogy ezt nehéz megcsinálni, és így tovább. Viszont az elmúlt évek tapasztalatából én bátran kimerem jelenteni, hogy ez egyáltalán nem nagy ördöngösség, egyáltalán nem nagy dologról van szó. Ami esetleg nagy dolog, az, hogy az ember megőrizze nyugalmát egy olyan helyzetben, amikor tényleg kiakadhatna, amikor tényleg jogos lenne, helyén való lenne az, hogy az ember fölkapja vizet és kiakadjon, és mégsem teszi ezt meg. Megembereli magát, megőrzi a nyugalmát. Na, talán ez az, ami nagyobb feladat, vagy nehezebb feladat. Szeretném, hogyha tisztában lennénk azzal, hogy minden egyes elváltozásunk mögött egy konkrétan behatárolható, beazonosítható érzelmi konfliktus van. Mit jelent ez az érzelmi konfliktus? Az, hogy az ember be van egy bizonyos témára, egy bizonyos dologra, egy bizonyos szituációra be van feszülve, érzelmi kilengéseket produkál, felzaklatódik, kétségbe esik, elkeseredik, elkenődik. Majd mindjárt beszélek egy kicsit a biológiai konfliktus tartalmakról is, de itt most magáról a konfliktusról és a konfliktusnak a mechanikájáról szeretnék egy picit felvilágosító jelleggel beszélni. Tehát, ha benne vagyunk egy konfliktusban, ez azt jelenti, hogy szenvedünk. Szenvedés nélkül nincs konfliktus aktivitás. Minél jobban szenvedünk, annál nagyobb lesz a konfliktusnak az intenzitása, és annál gyorsabban alakul az elváltozás, annál gyorsabban nőnek a daganatok, annál gyorsabban fokozódnak a fekélyesedések, vagy éppen a szövetsorvadások, a szövetcsökkenések. Ha megoldom ezt a konfliktust, akkor megáll a daganatnövekedés, megáll a szövetcsökkenés, és beindul a regeneráció. Ami az embereket az elején meg szokta zavarni az, hogy még nincsen benne a fejükben a kétszakaszúság, hogy az elváltozások két szakaszban zajlanak le, ugye a második biológiai természettörvény, minden természetes elváltozás két szakaszban zajlik le, ha sor kerül a konfliktus megoldására, és nem történnek visszaesések. Hát ennyi a definíció, ezt ilyen tömören meg lehet fogalmazni, de mégis mi az, ami félreértést okoz? Az a lényeges dolog, hogy a legtöbb tünet, a legtöbb kellemetlenség, amikor a fejünkhöz kapunk, hogy hú, nekem van egy elváltozásom, vagy beteg vagyok, vagy rosszul érzem magam, vagy itt fáj, ott fáj, ez jellemzően a konfliktus megoldás utáni szakaszában jelentkezik. Ennek biológiai értelme van, hiszen az állatvilágban ugye ez a biológiai természettudományos rendszer, ez az élő világra van kitalálva, nem csak az emberre. Amikor benne vagyunk egy konfliktusban, és védekeznünk kell, vagy menekülni kell, vagy küzdeni kell, vagy harcolni kell, ugye, hogy az állat támad, vagy menekül, akkor nem produkálhatunk konfliktus megoldást hátráltató tüneteket. Tehát az ízületi fájdalom nem akkor fog megjelenni, amikor egy állat azt érzi, hogy nem tud menekülni, nem tud helyet változtatni, és így tovább. Hanem amikor a konfliktusról lejöttünk, amikor a konfliktus megoldódott, akkor jelennek meg a helyreállítási regenerációs tünetek, amelyek már fájdalmasak, kellemetlenek lehetnek. Tehát az esetek jelentős többségében az okozza az embereknél ezt a konfliktus félreértelmezésesdít, hogy a megoldás utáni szakaszban, amikor a tünet már megjelenik, akkor már nincs megoldani való konfliktus. Akkor már nincs mit megoldani. Sok ember, aki megkeres engem, hogy jaj, beteg vagyok, milyen konfliktust kell megoldani? Hát az attól függ. Mert lehet, hogy már rég a megoldás utáni szakaszban vagy, és akkor nincs mit megoldani. És akkor spontját ráfelejtsük el, és akkor megy az élet tovább, és ennyi? Nem egészen. Mert akkor is, hogyha a megoldás utáni szakaszban fedezzük fel, hogy belefutottunk egy konfliktusba, és tüneteink vannak, akkor is nagyon fontosnak tartom beazonosítani az élethelyzetet, a szituációt és a pontos érzelmi tartalmat, hogy én azt a helyzetet, amikor, mit tudom én,
összekülönbözök a feleségemmel, akkor azt én hogy szoktam megélni? Hogy mi az az érzelem, amit akkor pengetek, amikor valamit nem sikerül. Nem sikerül megbeszélni, nem sikerül elintézni, nem sikerül megegyezésre jutni, és így tovább. Miért fontos ez? Azért, mert ha már egyszer beindult egy elváltozás, akkor mi elszenvedtünk egy biológiai konfliktust. Ugyanek szigorú feltételei vannak. Innentől kezdve az agyunk a jövőben ezt a konfliktus témát, ezt a konfliktus érzelem árnyalatot komolyan fogja venni. Tehát, hogyha én ezt nem teszem magamba tisztába, nem válok tudatossá, hogy igen, amikor van egy vitás helyzet, és nem sikerül dőlőre jutni, akkor én azt kudarcnak szoktam megélni, és utána el vagyok keseredve, hogy ez nekem nem sikerül, mindig másnak van igaza, mindig más erőltet rám az akaratát, stb. Tudatosítanunk kell, hogy ez az, amit nem szabad csinálni. Tehát ez a jövőben is elő fog fordulni, most csak kiragadtam egy példát itt a mai nap témáiból, hogy amikor az és az a dolog előfordul, akkor észnél kell legyek, és nem szabad önfeledten drámáznom. Ezt jelenti a tudatosítás. És ezzel ki tudjuk küszöbölni azt, hogy újból és újból visszaessünk a konfliktusba, és újból produkáljuk a tüneteket. Tehát a legtöbb konfliktust a megoldás után, legtöbb elváltozást és betegségtünetet a megoldás utáni szakaszban veszük észre. De akkor már nincs konfliktus, amit meg kell oldani, viszont kell tudatosítani. És a biológika, új medicína erre egy szuper eszköz, amivel hajszál pontosan be tudjuk azonosítani, hogy melyik volt az az életesemény, az a szituáció, amit én úgy éltem meg, hogy, és annak pedig ez lett a következménye. És hogyha én ezt nem szeretném még egyszer megélni, nem szeretnék a fájdalmaktól szenvedni, akkor legközelebb, ha egy ilyen dolog történik, akkor nem szabad elkeserednem, nem szabad fölkapnom a vizet. Persze jogos lenne, hát hogyne, persze jogos lenne, csak azért se fogom magamat szivatni a tünetekkel, ha egyszer azt a helyzetet nem tudom megoldani, és keresek rá egy másik megoldást. Tehát fontos dolog, hölgyeim és uraim, hogy a konfliktus megoldása, igazi megoldása azt jelenti, hogy azzal a dologgal kapcsolatban, abban a témában találok egy megnyugtató, végérvényes megoldást a problémámra. De Roberto, hát én már mit tudom én, 10 éve vihaskodok a feleségemmel, és akkor hol az van, amit ő akar, aztán néha az, amit én akarok, aztán folyton rám erőltetett, hogy lehet ezt megoldani? Hát kezdjük ott, hogy kommunikációval. Megbeszéljük, hogy kinek mi a fontossága, ki miért ragaszkodik ahhoz, ami ő fontosnak tart, és így tovább. És hogyha ez a dolog folyamatosan feszültségekhez vezet, akkor egy másik megoldást kell találni. Senkinek nem akarok tippeket adni. Mi ugye szoktuk mondani, hogy ahány konfliktus, annyi, minimum annyi konfliktus megoldási lehetőség, hát mindenki találja meg magának a konfliktus megoldást. Találja meg mindenki magának, hogy hogyan érem el azzal a dologgal kapcsolatban a nyugalom állapotát. Meg kell tanulni nem felizgatni magunkat. Meg kell tanulni menedzselni az érzelmeinket. Hogyha én lusta vagyok az érzelmeimet menedzselni, akkor kiszolgáltatom magam a biológiai törvényszerűségeknek, és akkor konfliktusok tengerén hánykolódva idő előtt ki fogom nyírni magamat. Tehát igenis meg kell tanulnunk nem reagálni. Meg kell tanulnunk megmaradni az érzelmi középpontunkba, és egy kicsit éberebb, tudatosabb életmódot folytatni, jobban kommunikálni, hogyha lehet, akkor ne is jussunk el a konfliktus szituációkig. És hogyha pedig már bekövetkezett, akkor meg azért ne idegesítsd magadat, azért ne izgasd magadat, mert most már tudhatod, ha nem bírod megállni, hogy elkeseredjél, hogy kiakadjál, hogy sértve érezd magadat, hogy frusztrált legyél, hogy nem tudsz valamivel dűlőre jutni, akkor be fognak kapcsolni ezek a külön programok, és addig szivatjuk magunkat, ameddig ezt egyszer és mindenkorra meg nem tanuljuk, hogy ezt nem szabad, és hogy nem érdemes. Tehát a konfliktus megoldásnak az a titka, hogy el kell érjük a nyugalom állapotát. Hogy hogyan?
ezer mód és ezer út vezet hozzá, mindenki találja meg a saját módját. Én azt a módszert választottam, hogy tudatossá válok, és ha bármi dolog bekövetkezik, vagy akár ismétlődik, akkor tudatosan nem idegesítem magamat, hanem tudomásul veszem, megint ez van, vagy történt egy új dolog, oké, itt most fölkaphatnám a vizet, itt most kiakadhatnék, ezt megérhetném kudarcnak, itt elkeseredhetnék, de nem fogom ezt megtenni, azért se fogom megtenni. De szép kutya. Hát ez van, hogyha a természetbe forgatunk, jönnek-mennek az emberek, a turisták, állatok, és így tovább. Na. De nem konfliktálódunk, így van. Nem érzem magamat megzavarva, nem érzem úgy, hogy az időmet pocsékoljuk, nem leszek dühös, nem fogok elkeseredni, hogy akkor ezt újból kell kezdjem, mert felesleges. Az élet megy tovább. És nekem van egy magánvéleményem, itt most akkor ezt elmondom, mindenkinek van persze millió magánvéleménye, de én úgy gondolom, hogy itt a földi utazásunknak az egyik legnagyobb feladata, amiért ide jöttünk, amiért emberi testet töltöttünk, és megtapasztaljuk ezt a 3-4 dimenziós világot a maga természet törvényével, törvényszerűségével, az egyik célja, biztos vagyok benne az, hogy megtanuljuk az érzelmeinket menedzselni. Hogy észrevegyük az érzelmeinket, beazonosítjuk az érzelmeinket, és tudjunk uralkodni az érzelmeinken. Tehát nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy kiakadjak, hogy elveszítsem a fejem, hogy elveszítsem a türelmem, mert ezzel csak magammal szúrok ki. Persze fejlesztek a testemen, természetes elváltozásokkal itt-ott lesz egy kis cisztám, ami majd többet termel, és így tovább, de ezekre mind nincs szükség, és ez kiküszöbölhető. Úgyhogy oszlassuk el a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának témájáról ezt a nagy misztikus felhőt, hogy ez valami bonyolult dolog. Emberek, ez nem bonyolult dolog. Érd el azt, hogy ne kelljen attól a dologtól szenvedni. És ameddig ezt a fizikai életedben, a fizikai realitásodban nem tudod megcsinálni, rakd be a fejedbe, hogyha ez még egyszer előfordul, ha bármi történik, azért se fogom fejlegesíteni magamat, azért se fogok kiakadni, hanem nézem azt, hogy én mit szeretnék, és ezt hogyan lehet szépen, barátságosan, konkrét, korrekten, egyenesen elérni. Tehát nem kell ezt túl bonyolítani. Érd el a nyugalom állapotát.